Tisztelt elnök úr! Nem szól. Saját mikrofon, saját kártya. Pillanat türelmet kérünk, azonnal kézi mikrofont megkapja a képviselő úr. Bekapcsolt, ugye? Igen. Próbálkozzon, képviselő úr, talán sikerül. Öné a szó. Igen, a minden igazatban most sikerül. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak, tisztelt ház! Orbán elnök úr szerint a kormányprogram közös célokról, nem az eszközökről szól, az új rendszer irányítja egy biztos irányítja, amely nélkül eltévednék. Azt hiszem, nem csak nélküle, hanem használat közben is eltévedünk, hiszen az iránytörőség nem tudjuk, hogy milyen irányba mutat. Elnökünk szerint az uniós források hatása azért csekély, mert az öntözőkanna elve követi, vagyis sok helyre jut, sok kicsi támogatás, miközben a források jelentős része közvetlen gazdaságfejlesztési cél nélkül kerül elköltésre. Mindezek ellenére a kormányprogram minden koherenciát nélkülözve előtt három, majd 15 területet jelöl meg támogatandó területként. A kormányprogram fejlesztési szempontból még stratégiai keretnek sem elég konkrét, jövőképnek meg nem elég koherens. A választók is akkor tudnak támogatni egy fejlesztési elképzelést, ha pontosan látják településüket, családjukat. Akkor próbáljuk meg ezzel. A kormányprogram fejlesztés politikai szempontból még stratégiai keretnek sem elég konkrét, jövőképnek meg nem elég koherens. A választók is akkor tudnak támogatni egy fejlesztési elképzelést, ha pontosan látják településüket, családjukat, munkájukat, életminőségüket, hogyan érinti 4 év alatt a kormányprogram. Sajnos ebben a formában csak különböző célokkal ismerkedhetünk meg, így felelőtlenség lenne támogatni. Tisztelt képviselőtársak! Európai parlamenti képviselőként elsősorban hátrányos helyzetű vidéki területek felzárkóztatásával foglalkoztam. Tudjuk, látjuk és érezzük, hogy az Európai Uniós források elosztási rendszere nem tökéletes, nem szolgálja a vidéki leszakadó térségek komplex fejlődését. Előbb jut támogatási forrás olyan helyszínekre, ahol már eleve is jobbak a lehetőségek. Változásokra van szükség, az európai reform most zajlik. A vidéken élők életminőségének emelése valódi nemzeti ügy. Egyetértünk azzal, hogy vidéken jelentős egyenlőtlenségek halmozódtak fel az elmúlt 20 évben, melyek ellen továbbra is tenni kell. Nem lehet, hogy a vidéki ember munkához, lakhatáshoz, tudáshoz, pihenéshez és kultúrához való hozzáférésében hátrányos legyen a városi lakosokkal szemben. A munkahelyteremtés, az oktatás létfeltétel a leszakadóknak. A vidékfejlesztési stratégia célpontja ez kell, hogy legyen, amely valóban nemzeti ügy. A leszakadó vidéki területek érdekében szükség lesz a magyar érdekek és a magyar vidék erős képviseletére az Európai Unióban. Nem gondoljuk kihagyhatónak azokat a nemzetközi folyamatokat, várható döntéseket, a közösségi agrárpolitika és a közösségi fejlesztés politika reformja területén, amelyek a hazai gazdaságpolitika, a fejlesztések lehetőségeit meg fogják határozni. Országunk sikerének egyik mércéje lesz a 2011-es Európai Uniós soros elnökség lebonyolítása, valamint a 2014-20-as uniós költségvetés jelenleg eldöntendő irányának befolyásolása. Az általunk felhasználható források tartalma és nagysága. Erre önöknek lesz lehetősége a soros EU elnökség idején. Mégsem láttunk világos irányvonalakat, világos célokat, nem látjuk azt, hogy a Fidesz vezette kormány milyen irányvonalak mentén kívánja képviselni hazánkat az elnökség ideje alatt. Ilyen a jövőnket alapvetően meghatározó kérdéseket még csak nem is érint a dolgozat. Felhívnám a tisztelt ház figyelmét arra, hogy az ENSZ 2012-t a szövetkezetek nemzetközi évének nyilvánította.
Az elmúlt 20 évben megtapasztalhattuk, hogy számos vidéki térségben bármilyen kedvezményeket adunk, vállalkozói alapon egyik napról a másikra nem lehet számottevő munkahelyeket teremteni. Ezeken a településeken szükség van a szociális gazdaság fejlesztésére, melynek keretében közösségi vállalkozások, közhasznú szervezetek egyszerre szervezhetik a közmunkát, a piacra termelő tevékenységet és a szociális szolgáltatásokat a helyi adottságokra alapozva önfenntartó módon. Remélem, a kormány konkrét intézkedéseit frakciónk támogatni tudja majd, amennyiben azok megalapozott, megfelelő, valóban a megfogalmazott célokat hatékonyan elősegítő lépések formájában kerülnek beterjesztésre. Mert most a programból csak ez a lényeg hiányzik. Ebben a formában sajnos nem tudjuk támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Olá Lajos képviselő úr felkészül, és mielőtt megadnám a szót Tapolcai Gergely képviselőtársunknak, tisztelt országgyűlés, szeretném bejelenteni, hogy törvényi pillanat következik, ugyanis Tapolcai Gergely képviselőtársunk hallássérült. Ő most jelnyelvi tolmács segítségével teszi meg felszólalását. Én kérem, hallgassuk figyelemmel. Mielőtt megadom a szót, kérem, szeretném jelezni, hogy a taps helyett lehetőleg kézmozdulatokkal fejezzük ki tetszés nyilvánításunkat. Köszönöm megértő figyelmüket, és megadom a szót Tapolcai Gergely képviselőtársunknak. Öné a szó, képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt két hétben többször is elhangzott, hogy történelmi országgyűlés részesei lehetünk. Történelmet írunk kettős állampolgárság elfogadásával, történelmet írunk a Nemzeti Összetartozás napjának megszavazásával, de bátran állíthatom azt is, hogy a Fidesz-KDNP, illetve a magyar választópolgárok történelmet írnak azzal is, hogy a magyar parlament demokrácia történetében először jutott be Siket képviselő a parlamentbe. Fantasztikus érzés. Fantasztikus érzés itt állni, és elmondani, hogy Európában 4 Siket képviselő van. Egy osztrák, egy belga, és 2 magyar. Erről beszél az egész Európai Uniós Siket közösség. Dr. Kósa Ádám Európa Parlamenti képviselő lett tavalyi választások után. Jó magam, most a magyar parlament első Siket képviselője lehetek. Miért hangsúlyozom ezt? Mert ezzel a döntéssel, amit a Fidesz-KDNP meghozott, azzal, hogy Siket képviselő kerülhetett és Siket jelöltet indított, olyan célokat és olyan jövőképet vázolt fel, ami példamutató lehet a társadalom számára és a következő nemzedék számára is. Ugyanakkor a kormányprogram fogyatékosügyi részéhez is példát mutathat. Ha jól megnézzük az elmúlt 4 évet, mit látunk? A fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek támogatása 2007 és 2009 között 3 éven át ugyanannyi volt. Ugyanannyi támogatást kaptak. Ami relatíve csökkenést jelent, hogyha az inflációt is figyelembe vesszük. 2010-re ez az összeg 30%-kal kevesebb lett. Ezt az összeget is 2 részre osztották, az egyik része az normatív támogatásként leosztották, a másik részére pályázni kellett. Az érdekvédelmi szervezet 12 hónap helyett 16 hónapra pályázhatta meg ezt az összeget, ezzel csökkentve az éves támogatás összegét. Miközben a Szociális Minisztérium éves fejezeti elosztásba 10%-kal csökkentette. A gyógyászati segédeszközök támogatását 70%-kal 50%-ra akarták lecsökkenteni.
csak az erős érdekvédelmi szervezeti lobbinak köszönhető, hogy ez nem valósult meg teljes egészében. Mindez, ez minden csak nem kiszámítható és tervezhető jövő. Ezért is fontos a Nemzeti Együttműködési Program. Annak is az a része, amely kiemeli, hogy az érdekvédelmi szervezeteknél nagyon fontos, hogy kiszámítható fogyatékosügyi politikájának kell lenni. Ezáltal újra gondolva a támogatás rendszerét is. 600 ezer fogyatékos magyar állampolgárról van szó, és annak a családtagjairól. Ezért is nagyon fontos, hogy a Nemzeti Együttműködési Programnak az a része, és ez fogalmazza meg azt, hogy a fogyatékos emberekre fordított segítség és támogatás az hosszú távon megtérülő befektetés. A Nemzeti Együttműködési Programnak az iránytű. A fogyatékosügyi politikája a fogyatékosokért is végzett munkája és iránytű. Itt és most két magyar siket képviselő lehet, és egy kerekesszékes képviselő ülhet itt a Fidesz-KDNP soraiban. Ez is egy iránytű. Egy korszakalkotó, jövőbemutató iránytű. Az iránytű mutatja meg az utat, a célt. Az iránytű birtokában könnyű kijelölni az utat, oszlopokat. Ez fog történni a Nemzeti Együttműködési Program ha megvalósítása során is. Nagy élmény megtapasztalnom itt és most, hogy Magyarország jogom van jelnyelven felszólalni. Hatalmas érzés. És fogok még felszólalni jelnyelven. Köszönöm a figyelmüket. Mindannyiunk nevében megköszönöm képviselő úr felszólalását. Most felkészül Horváth István képviselő úr a Fidesz képviselőcsoportjából, és megadom a szót Olá Lajos képviselő úrnak az MSZP frakciójából. Önné a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök jelölt úr. Nagyon nagy érdeklődéssel vártam a kormányprogram környezetvédelmmel kapcsolatos fejezeteit. Többször végiglapoztam ezt a 85 oldalas dokumentumot, de nem találtam ilyen részt. A 2010-ben önálló fejezetnek kellene szólni a fenntartható fejlődésről, a környezet és természetvédelemről. Úgy tűnik, a Fidesz nem kezeli kiemelt területként a környezetvédelmet, ami kimondottan riasztó. A Fidesz zöld politikusa 2006-os kormányprogram vitájában azt mondta, hogy kezd megszűnni az önálló magyar környezetpolitika. Akkor nem így történt, most viszont sajnos igen. Az egy dolog, hogy a világ minden pontján a legfontosabb területek között szereplő a környezetvédelem, de a Fidesz azt sem veszi észre, hogy a következő európai költségvetési ciklusban az egyik legnagyobb hangsúly a megújuló energián a környezetvédelmi beruházásokban sokon lesz, amihez önállóan működő, valódi intézményrendszert kell működtetni. Ráadásul a terület saját minisztériumát is megszüntették. Csak emlékeztetnék, hogy a 2006-os vitában a Fidesz egyik szónoka a vitában azt mondta, hogy mindenáron meg kell őrizni a környezetvédelmi tárca önállóságát, de tudom, hogy ez 4 évvel ezelőtt volt. Ráadásul a Nemzeti Együttműködés leendő kormánya elfelejtett együttműködni 105 civil szervezettel, amelyek kifejezetten kérték a leendő kormányt, annak leendő miniszterelnökét, hogy ne szüntessék meg a zöld tárcát. Hát ez az együttműködés nem sikerült ezzel a közel 1 millió magyar emberrel. Ráadásul teljesen érthetetlen módon beolvasztották a mezőgazdasági tárcába. Ez nem csak borzasztóan rossz üzenet, hanem azt is látni, hogy óriási gazdasági és néha társadalmi érdekellentét feszül a két terület között is. A környezetvédelem szó, kérem szépen, ezen 85 oldal alatt egyetlen egyszer szerepel a programban. Elmentés szintjén persze szó van az energiahatékonyságról, a zöldgazdaságról és a zöldbankról, amik